Sikeresen kezdte az évet az Aqua SE vízilabda csapata. Hazai pályán folytatták szereplésüket a vidéki bajnokságban. A múlt hét szombati mérkőzésen a Szolnok és a Kolozsvár csapatával játszottak és arattak kettős győzelmet a nyíregyházi vízilabdások. Szakács Roland kiemelte, nem csak a hazai közönség előtt, idegenben is győzelemeskedett a csapat a hétvégén. Két korosztály játszott a hétvégén. A 2004-es korosztály a Szolnok és a Nagyvárad ellen játszott, ők mind a két meccset megnyerték itt hazai közönség előtt. A serdülők Debrecenben játszottak, és a debreceneket is sikerült megvernünk, úgyhogy 3-ból 3-at hoztunk. Az első mérkőzést könnyed játékkal hozta a csapat a tiszaparti ellenfelével szemben, amíg a második mérkőzésen izgalmas és szoros küzdelemben verték meg a Kolozsvár csapatát. A két mérkőzésen gólszerzésben jeleskedett Olá Péter és Iván Dominik.